A Tokaj-hegyaljai borvidék szinte minden településének megvan már a hagyományos, jól bevált boros programja. Ilyen például a Tolcsai bornapok, a Sárospatakon tartott Máté napi asszonynep, vagy a Sátoraljaújhelyi zsólyomkai és ungvári nyitott pincék napja. Ezekről a rendezvényekről szinte általánosan elmondható, hogy helyi borászok, borászatok képviseltetik magukat. A borvidék ereje azonban az összefogásban lehet. Megpróbálunk egy új koncepció mellett, egy közös elgondolás alapján egy település helyett egy kisebb térségben nyitni. Sátoraljaújhely, Sárospatak, Tolcsva, Hercegút és még 3-4 településsel közösen összehangolni a programjainkat, különösen és kiemelten a borászattal, a borral, a borkóstolással kapcsolatos programokat, egymást ajánlani, egymás rendezvényeire meghívni, és borbemutatókat tartani, a borászatokkal is jó kapcsolatot kialakítani. A cél az lenne, hogy Tokaj-hegy alját, mint egy egységet ismerjék meg az ide látogató vendégek. Egy-egy boros rendezvényen ne csak a hely, hanem más települések borászatai is bemutatkozzanak, hiszen a borvidék minden településén vannak kiváló pincészetek. Ahhoz túl kicsi ez a borvidék, hogy ne az egészet mutassuk be, ezért úgy gondoltuk, hogy ez a része is kiajánlásra kerüljön Tokaj-hegy aljának együtt, persze közösen, és hogy a jövőjét is úgy szabjuk meg, hogy ott mindenki megtalálja a maga helyét és a maga szerepét. Minden önkormányzat, minden civil szervezet, minden közösség, és természetesen maga a szőlős gazda, illetve a bor előállítója, a nagy és a kis borászatok egyaránt. A bor és a boros rendezvények így összekötő kapcsolat jelenthetnének a Tokaj-hegyaljai borvidék települései és borászatai között. Ráadásul az összefogás eredményeként pinceköröket is létre lehetne hozni, így a pincészetek szélesebb körben is be tudnának mutatkozni.